Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban tovább fogjuk folytatni az algériai trans, vagyis most már fény derült rá, hogy intersex versenyző esetének a vizsgálatát. Ezen kívül, hogy milyen következményekkel jár, illetve járhat-e ez a női sportra, vagy úgy általánosságában véve a sportra, illetve a társadalomra nézve. Meg fog mutatni egy Havas Henrik interjú részletet, amely úgy gondolom, hogy nagyszerű példája annak, hogy hogyan alakítja és formálja a média össztársadalom gondolkozás módját. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdjük rögtön azzal az információval, ami újdonság számomra, én nem tudtam ezt, mikor az előző videót készítettem, valamelyest változtat ez egyébként a helyzeten, nézzük promotions.hu mit ír. Fordulat Hámori Luca meccse körül, ilyen még nem történt az olimpiákon, most először magyar sportolónak szurkol az egész világ. Nyilván azóta ő, tudjuk, kikapott, már haza is érkezett, majd megmutatom az interjút, ami vele készült. Ez harmadikai, ez a cikk. Az újdonság az algériai sportolóval kapcsolatban, hogy nőnek született, nőként élt, 2022-ben már kizárták a világbajnokságról, mert egy gender vagy gender teszt kimutatta, hogy egy genetikai rendellenesség miatt XY kromoszómája van. Az olimpiai bizottság azonban nem végez ilyen teszteket, ezért akadály nélkül kvalifikálhatta magát női versenyzőként az olimpiai játékokra, de ezt az emberek többsége igazságtalannak érzi a többi női versenyzővel szemben. Ugye a többség egyértelműen azon az állásponton van, szerintem helyesen, hogy az algériai sportolót ki kellene zárni a versenyből, vagy legalábbis a nők közül, és ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak bocsánatot kellene kérni az olasz ökölvívótól, aki a botrányba fulladt meccs után bejelentette visszavonulását. Az első ország, amely gátlástalanul azt fogja mondani, hogy a mi csapatunkban minden férfinak született ember mostantól nő, azt fogja megnyerni az olimpiát. Azután az összes többi ország kénytelen lesz alkalmazkodni ehhez, és nem lesznek nők az olimpián. És mindezt egyébként köszönhetik a nők a feminizmusnak, amivel elindult ez az egész aberrált folyamat. Tipikus az is, ahogyan Bach kiemelte, hogy ha a szakértők előállnak valamivel, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kész meghallgatni őket és kivizsgálni az eseteket. Nem kell előállni semmivel, az összes többi világszervezet már ezt évtizedek óta végzi, ám politikailag motivált, kulturális háborúban az általa vezetett szervezet nem kíván részt venni. Hozzátette, elfogadhatatlannak tartja azt, ami a témában a közösségi médiában folyik gyűlöletbeszéddel és agresszióval párosulva. Természetes igaza van abban, hogy semmi értelme a gyűlöletkeltésnek, meg a gyűlöletbeszédnek, meg az uszításnak, de az embereket értelemszerűen foglalkoztatja, és megoldást szeretnének találni, mert gondolom én, hogy fontos számukra, különösen a női rétegnek, hogy a jövőben is legyenek női sportolók. Mert ha így haladunk tovább, akkor nem lesznek. Hogy mennyire nagy hatással van ez például Hámori Luca életére, az csak ez a bekezdés a Magyar Nemzet cikkéből nagyszerűen érzékeltetni fogja, és ez az emberi oldala ennek az egész LMBTQ őrületnek, ami történik a világban. Azt mondta, őszinte leszek, amikor már nem tudom hányadik edzőtáboromba mentem, nem tudom hányadik hónapja nem voltam otthon, és mindenem fájt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem jutott eszembe, hogy az olimpia után ennyi nekem elég volt. De amikor megérkeztünk Párizsba, azt éreztem, ott vagyok, ahol lennem kell, eljött a jutalom ideje, engem is megfertőzött a drog, aminek a neve olimpia. Biztos, hogy kell egy nagyobb pihenés most, de utána visszaállok a munkába és Los Angelesre fogunk készülni. Az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy mekkora áldozat, lemondás, milyen akaraterő szükséges ahhoz, hogy eljusson egy olyan szintre, mint egy olimpiai résztvevő. Nem egy olimpiai bajnok, hanem egy olimpiai résztvevő. Ezért nem tud azonosulni azzal, hogy micsoda csalódás lehet ez számára. Hogy hányan gondolkodnak a nők közül azon, hogy vajon mennyi ideig van még jövőjük a sportban, meg mennyi ideig vehetnek még részt az olimpián, én szerintem elég sokan elkezdik ezt. De ez a probléma nem korlátozódik az olimpiákra, ugyanez elmondható a világeseményekre, a nemzeti, nemzetközi, kontinens viadalokra, mindenhol a férfiak ki fogják szorítani a nőket, hogyha erre nem talál egy megoldást a világ.
Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaoutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo Aoutja Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo Aoutja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!